Jelentős munkaerőhiánnyal küzd a mezőgazdaság és az élelmiszeripar. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnökének elmondása szerint az elmúlt években már az vált jellemzővé, hogy 10 vállalkozásból 9-nek nincs elég munkavállalója. Ezért a probléma megoldásának érdekében szerveztek közösen szakmai napot a Déli Agrárszakképzési Centrummal. Ezért rendkívül fontos az, hogy a 12, most a Déli Agrárszakképzési Központ 12 iskolája, és az ő hozzájuk tartozó 4 megyének a szakemberei, agrárkamarai szakemberei leüljenek, egy nyelvet beszéljenek, együtt gondolkodjanak és összefogjanak, mert rendkívül nagy szerepe lesz a szakember utánpótlás kapcsán a pályorientációs programoknak, beiskolázási kampányoknak, és ebben szeretnénk együtt gondolkodni, mert így tudjuk biztosítani olyan színvonalon és olyan létszámban a szakember utánpótlást, amit az ágazatok megkívánnak tőlünk. Simonné Szerdai Zsuzsanna, a Déli Agrárszakképzési Centrum főigazgatója azt mondja, rendkívül fontos, hogy minél több gyereket vonzanak be az agrárszakképzésbe. A szakképzési törvény változásai vannak a fókuszban. Nyilvánvalóan a szakképzési centrumokat is nagyon sok változás érinti, az intézményeinket, iskoláinkat is, illetve a kamarát is nyilvánvalóan a törvényi változások érintik. Gondolok itt erre, hogy a tanulószerződések helyett munkaszerződések lesznek, illetve hát már vannak ágazati képzőközpontok, pontok kialakítása, együttműködési megállapodások, pályorientációs rendezvények, szakmakóstoló programok közös szervezése, tapasztalatai, ezek lesznek a fókuszban a mai nap során. Az agráriumnak mindig is volt jövője, illetve hát én nagyon bízom benne, hogy ezt többen meg fogják a mai nap során erősíteni, hiszen azt gondolom, hogy Magyarország amúgy is egy agrárország, és hát az elmúlt időszak, ez a pandémiás helyzet, én azt gondolom, még inkább felerősítette az agráriumban tanuló diákoknak a létszámát. Nagyon egyszerű példát szoktam volt mondani, az elmúlt létszám éves adataiban körülbelül 12%-kal emelkedett a Déli Agrárszakképzési Centrum tanulóinak a nappali képzésben a tanulói létszáma, és hát a felnőtt képzés az pedig egy folyamatosan növekvő pályán van, úgyhogy nagyon optimisták vagyunk ez ügyben.